A Kalocsai Sport Egyesület MB2-es röplabda csapata 6. pozícióban zárta az előző évet, amelyel kapcsolatban Kovács Ágnes szakosztályvezető és egyben vezetőedző akkor elmondta, hogy szerinte tisztességgel helytálltak játékosai. Az együttes gyakran sújtották különböző okok miatt játékos hiányzások, ami a folyamatosság és az állandó keret szempontjából nem említhető a szerencsés tényezők között. A KSN női röplabda szakosztálya azonban idén újult erővel, nagyobb koncentrációval és vélhetőleg a megszokotthoz képest későbbi szezonkezdéssel veszi majd fel a küzdelmet az ellenfelekkel. Most alapozunk, igen. Én gondoltam, hogy nem lesz mindenki annyira hősies, hogy nyáron 40 fokba futni fog, és most azért rádolgozunk, tehát egy zömében alapozás, több alapozó résszel és kevesebb labdával egyelőre, és aztán majd ennek ugye a százaléka tolódik el. Kovács Ágnes hozzátette, hogy a jelenlegi elképzelések szerint október 22-én kezdődne a szezon, amely az előző évhez képest a megszokottnál valamivel később van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy így a kalocsai röpiseknek bőven lesz még ideje készülni az új évadra, ami különösen azért lehet örömteli hír, mivel a játékos állományban nemigen történtek változások. Igazából, aki úgymond, igazából nem volt távozó, aki távozott, az ugye elment tanulni Gregse Zsófi, a többiek azok egyenlőre megjelentek az eddigi edzéseken, meglátjuk, hogy fogják bírni a strapát, ugye Fehérvári Anna lesz az érettségiző az idén, ugye az mindig egy plusz teher, de ha minden igaz, akkor lehet, hogy érkezők is lesznek, egyenlőre egy az már biztos, hogy bajáról, kérdés, hogy a testvére is, ezt most a héten fogjuk meg tudni, hogy ők vállalják-e, hogy átjárnak ide, mert azért az nem kis feladat. Meglátjuk. A KSR röplabda szakosztályának vezetője elmondta továbbá, hogy az utánpótlással nincsen probléma, hiszen a 2001 és 2003-as születésű korosztályba hozzávetőleg 20 új igazolásra lehet számítani, akik között kiváló fizikai adottságokkal rendelkező, jövendőbeli felnőtt játékos jelöltek is vannak.